Éppen itt ugye egy varbusznál állunk, és hogyha meg tudom mutatni, vagy meg lehet mutatni, akkor itt a jobb felső monitoron zajlódik az, amire tetszett kérdezni. Ez az úgynevezett delta kaszt rendszer. Most éppen egy játékhelyzetet látunk, tehát nem a vonalakat. Az, amit a játékvezetőknek, pontosabban az operátornak a varbuszban használni kell. Sok esetben ennek a rendszernek a használata szükségtelen, hiszen szabad szemmel is meg lehet állapítani azt, hogy egy játékos les helyzetben volt vagy sem. Szoros, nehezen megítélhető, szabad szemmel, nehezen eldönthető helyzetekben nagyon hasznos segítség ez az úgynevezett virtuális offside line lesvonal technológia, aminek a használata sok esetben, vagy több esetben, főleg szoros szituációknál bizony időt vesz igénybe. Tehát ilyen esetben a kameraképeket, három kameraképet tudunk használni a les eldöntése szempontjából, ez a két les kamera, illetve a főkamera. Ezeket a kameraképeket kell az operátornak, aki ebben a székben ül, összelinkelni, és a test és talajpontokat bejelölni, ami sajnos néha időt vesz igénybe. Jelen pillanatban még nem használjuk a félautomata les rendszert. Itt azt a tevékenységet, amit a félautomata rendszernél a gép végez, még az operátornak emberi erővel kell megoldania. Sajnos erre is volt példa a tavalyi bajnokságban, amikor egy ilyen szituációban éppen gól született, és ugye nagyon nehezen érthető, hogy ilyen helyzetben miért nem avatkozhat közbe a VAR. Nagyon fontos tudni mindenkinek, hogy a videóbíró rendszert és a VAR beavatkozásokat nem akármikor és nem akármilyen esetben lehet szabad, szükséges végezni. Egy nagyon szigorú protokoll szabályozza, hogy mely esetekben szabad a VAR-nak segítséget nyújtani a pályára. Ez ugye négy kategória, a gólok, a kiállítások, a büntetők és a téves azonosítás. Tehát ezen kívül ilyen esetekben sajnos nem adhat segítséget a VAR. Minden büntető területen belüli eseményt vizsgálnia kell a VAR-nak, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni. Sokan nem tudják, hogy ha a játékvezető nem állítja meg a játékot, nem ítél mondjuk büntetőrugást, hanem tovább folyik a játék. Annak ellenére, ha van egy gyanús szituáció, van egy gyanús esemény, akkor azt a VAR-nak automatikusan kell ellenőriznie. Minden kérdés kérés nélkül. Tehát a konkrét esetben, hogyha mondjuk egy ilyen büntető szituációról beszélünk, akkor azt természetesen a VAR-nak kontrollálnia kell. Ha egyértelmű, nyilvánvaló képi bizonyítéka van arra, hogy a pályán hozott döntés téves, akkor természetesen a sárgalapot is vissza lehet vonni, és korrigálni lehet a játékvezetői döntést. Fontos szabály az, hogy a játékszabály szerint meg anatómiailag másként kell tekinteni a kézre. Tehát a hónaj alatti részig a váll, a labdarúgás játékszabályai szerint nem minősül kéznek. Következésképpen, hogyha mondjuk egy les helyzetet kell vizsgálni, akkor régebben erre a részre rakták az operátorok a testpontot, egy les helyzetnél, most ide a vállhoz kell rakni, hiszen a felső része a karnak, a kéznek nem minősül a játékszabályok szerint, a labdarúgás játékszabályai szerint kéznek. Elterjedt, nem tudom miért, egy helytelen vagy furcsa, ugyanakkor praktikus állásfoglalás, hogy ugye azt kell nézni, hogy rövidújú meznél a mezújjáig, hogy tart a kéz. Ez nem igaz, mert a hóna és a mezúja sok esetben jelentősen eltér egymástól, tehát az irányelv az, hogy a hónajtól lefelé lévő részt kell a játékszabályok szerint olyan testrésznek tekinteni, amivel szándékosan nem lehet érinteni a labdát,
illetve a kész kezeket is, a karokat nem lehet természetellenes helyzetbe emelni, mert hogyha valaki természetellenes helyzetbe emeli a kezét, karját, és akár véletlenül is érintkezik a labdával, akkor annak a kockázatát vállalja a játékos, hogy büntetni fogják. Ez a készszabálynak a módosítása is. 2016-tól az International Football Association Board, az a szervezet, amely egyedül jogosult a labdarúgás játékszabályában bármiféle változást eszközölni, nem csak a készszabályt, hanem a második szabályon kívül az összes játékszabályt átdolgozta, sajnos a kés sem esett ki ezzel a változás alól, és emiatt a meccsre járók és a labdarúgás szeretők körében nem annyira ismert sajnos, hogy most már nem csak a szándékos kezezést kell büntetni. Magam is kételkedtem, amikor bevezetésre került a VAR rendszer. A tényadatok ismeretében változott meg az álláspontom a VAR rendszerrel kapcsolatosan. A tavalyi bajnokságban a súlyos játékvezetői hibák és asszisztensi játékvezetői hibák nagyon jelentős részét, 70%-a az összes hibát csökkentette. Ha csak a négy kategóriát, amiben a VAR-nak beavatkozási joga van, tekintjük, ez az arány még nagyobb, 85%. Mindig azt a példát szoktam hozni, amikor ilyen kérdés fölmerül, hogy jó a VAR vagy nem jó a VAR, hogy mondjuk ha veszünk egy gazdasági társaságot, amelyik egyik évről a másik évre 85%-kal meg tudja növelni a bevételét, ugye mi ugyanezt értük el, de fordítva, 85%-kal csökkentek ezek a súlyos hibák. Vajon egy ilyen rendszerre mit lehet mondani? Jó vagy rossz? Én azt gondolom, hogy egy dolgot nem lehet mondani a VAR rendszerre, hogy rossz. Lehet mondani azt, hogy furcsa. Lehet, hogy sokan azt gondolják még most is, hogy idegen a játéktól, hogy esetleg megtöri ennek a csodálatos szép játéknak a tradicionális jellegét. Egyébként, ha már itt tartunk, azt sem tudják sokan, hogy a nem varos időszakhoz képest a VAR rendszer összesen 1,6 perccel, csupán 1,6 perccel növelte meg a játékidőt, a hozzáadott időt, ennyivel nőtt meg a mérkőzéseknek a játékideje, ugyanakkor 85%-kal kevesebb hiba történt. Szóval szerintem, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy jó-e a VAR rendszer vagy sem, egy válasz biztosan nem születhet, hogy rossz.